négy témát választott, vagy témakört választott a szerző. Én ezeket most felsorolnám. Az első Pál levelei a hellenista kultúrában, a második a világ feltérképezése, a misszió, a harmadik az apostol életének titka és a fordulat, ez tulajdonképpen a damaszkuszi élményének az értelmezése, a negyedik pedig a Corpus Paulinum, vagyis Pál levélgyűjteményének a kialakulása. A levélnek és a szóbeli üzenetnek két szereplője van, az egyik a feladó, másik pedig a címzett. A legtöbb keresztény ma is meg van győződve arról, hogy Pál volt az első keresztény, és amikor tollat ragadott, akkor az első század első évtizedében élő keresztényeknek írta leveleit. Pál elvetette a judaizmusnak azt a formáját, amelyben felnőtt, ám ennek ellenére izraelita maradt. Megtartja a maga izraelita identitását, ugyanakkor pedig hirdeti maradéktalanul és fenntartás nélkül Jézus Krisztusnak a kereszthalálát és Jézus Krisztusnak a feltámadását. Arra a kérdésre, hogy Christus Ode Paulus alapította a kereszténységet, azt a választ adják, hogy Pál. Páltól származik, persze Krisztusi gyökerekkel. Vagyis a kereszténységnek a végső formáját Pál határozta meg.